átadnám Csath Magdolnának a szót. Parancsoljon! Nagyon szépen köszönöm, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Én egy kicsit más oldalról szeretnék bemutatkozni, nem szeretnék gazdaságpolitikai összképet most felvázolni, inkább azt hangsúlyoznám, hogy a monetáris tanács az nagyon sok szempontból rendkívül fontos, nem csak abból a szempontból, amit gondolunk róla, hanem jelentős hatással van a működése a reálgazdaságra. Én a reálgazdaságból jövök, alapvetően oktatás, kutatás, vállalatoknál végzett munka, különös tekintettel a kisvállalati szektorra, ahol nagyon sokat dolgoztam, illetve végeztem elemzéseket, kutatásokat. Én úgy gondolom, hogy a monetáris tanács olyan szempontból rendkívül fontos, hogy meg kell teremteni a monetáris tanács, ha tetszik a monetáris politika, illetve a fiskális politika között az egyensúlyt, hiszen azt látjuk, hogy azokban az országokban, ahol ez az egyensúly létezik, ott ez az egyensúly, ez a harmónia jó hatással van a gazdaság működésére is. És ez a szemlélet, tehát a reálszférával kapcsolatos gondolatoknak a megjelenése a monetáris tanács munkájában nagyon fontos, hiszen kiváló pénzügyi szakemberek vannak ebben a szakmai testületben, viszont esetenként az ember úgy érzékeli, hogy a reálgazdaságnak a gondjaira, mintha nem lenne elegendő figyelem fordítva. És ugye ezt abból tudjuk lemérni, hogyha megnézzük a gazdasági eredményeket, hol, hogyan áll Magyarország. És én itt három dolgot szeretnék megemlíteni, az egyik a versenyképesség. Én azt gondolom, hogy ennél fontosabb dolog most korunkban nincs is, hiszen azt látjuk, hogy igen, a világban óriási változások zajlanak, és ezek közé, a változások közé sikeresen beilleszkedni egy országnak csak akkor sikerül, hogyha olyan versenyképességi stratégiát fogalmaz meg, amely az ellenálló képességét javítja a gazdaságnak. És ugye az ellenálló képesség javításához kettő dolog kell, ugye ez a másik kettő, amit említeni szeretnék, az innováció és a termelékenység területén való előrelépés. Na most azt látjuk Magyarország esetén, hogy a versenyképességi pozícióinkban sem nagyon tudunk előrelépni. Ugye lehet, hogy ennek az egyik oka az az, hogy a növekedés, mondjuk azt, hogy fenntartható növekedés, és a stabilitás közötti egyensúlyt nehezen találjuk. És ugye ez egy fontos kérdés lenne. Tehát én azt gondolom, hogy szem előtt kellene tartani, hogy a versenyképességben való előrelépéshez nagyon fontos lenne ezekhez a változásokhoz sikeresen alkalmazkodni, nem hátrafele nézve, hanem előrefele, a problémákat megismerve, saját hibáinkat is beismerve, próbálni alkalmazkodni ehhez a változó világhoz. Megjegyzem egyébként, hogy aki ismeri a Magyar Nemzeti Banknak a jelentéseit, kiváló versenyképességi jelentései vannak, amelyekből nagyon sok tanulságot le lehetne szűrni. Ami az innovációt is illeti, ugye itt is van egy elméleti gazdaságpolitikai és ha tetszik, monetáris politikai ellentmondás, hogy valójában mit kell Magyarországon innovációval érteni. Nem szeretnék a részleteibe belemenni, azt viszont gondolom önök is jól tudják, hogy az innovációs listákon nem sikerül nekünk előre lépnünk. Hát a 21., 22. helyen van az országunk állandóan a 27 EU-s ország között. Tehát ez azt jelenti, hogy itt is tennivaló van. Megint azt szeretném hangsúlyozni, hogy együttműködéssel valószínű a két fő politika közötti harmónia megteremtésével előbbre lehetne jutni. Igaz, az egyiknek inkább rövid távú a szemlélete, hiszen a költségvetés az általában egy évre készül, és ugye a bankban azért kicsit jobban lehet jövőképeket alkotni és előre nézni. És végül a harmadik dolog, amit én említeni szeretnék, és azt gondolom, hogy itt különösen fontos ez az együttműködés, a harmónia, ez a termelékenység. Ha megnézzük az adatokat, Magyarország a termelékenység tekintetében nem hogy javítaná a pozícióját, hanem sajnos rontja. Na most ez azért nagy probléma, mert a termelékenységet nagyon egyszerűen megfogalmazva úgy írhatnánk le, hogy hogyan használjuk, mennyire értelmesen hasznosítjuk az ország rendelkezésére álló erőforrásokat. Legyen az pénz, mondjuk költségvetési forrás, hova fektetjük a költségvetési pénzeket, mire költjük, abból mi a megtérülés, mi a haszon az ország részére. Illetve hát nyilvánvalóan itt a termelékenységnél az is egy fontos dolog, hogy mit kezdünk az emberekkel. És akkor itt egy negyedik dolgot azért megemlítenék, ez a gazdasági szerkezetünk. Hogy a gazdasági szerkezetnek a illesztése a változó világba az azt jelenteni, hogy nekünk növelnünk kellene a gazdasági szerkezeten belül azon tevékenységek arányát, amelyeknél nagyobb hozzáadott érték keletkezik, ez pedig innovációval keletkezik. Tehát én ezekkel a témákkal azt gondolom, ha sikerülne úgy foglalkozni, hogy egyrészt, amikor a monetáris tanács a saját döntését meghozza, akkor mindig arra is gondoljon, hogy az a döntés ezekre a területekre milyen hatással van, illetve amikor arról beszélünk, hogy ezeken a területeken igazából előrelépni csak akkor lehet, ha sikerül a monetáris és a fiskális politikát egyensúlyba hozni, akkor mindig tartsuk szem előtt, hogy végül is ennek az országnak az előrejutásához szükség van a versenyképesség javítására, az innováció erősítésére és a termelékenység növelésére. Úgyhogy én burzamosan örülnék neki, ha ezekkel a témákkal foglalkozhatnék, nagyon komoly tapasztalataim vannak, csak egyet említek meg, vagy kettőt, a versenyképességi tanácsnak, ami létezett, a tagja voltam, illetve a Külszolgálati Egyetemen volt egy nagyon komoly kutatás, úgy hívták, hogy Jó Állam, nem tudom, hogy ki találkozott ezzel, a Jó Állam kutatás, ahol én a pénzügyi és a monetáris kutatásnak voltam a koordinátora, és úgy tudom, hogy a parlamentben megkapták a képviselők ezeket a tanulmányokat, és hát elég komoly problémákat feszegettünk, és javaslatokat tettünk, úgyhogy én ezt a munkát szívesen folytatnám. És nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen professzor asszonynak is a szóbeli kiegészítését, és végül Kovács Zoltán jelölt úr következik harmadikként, öné a szó. Elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, tisztelt jelenlévők, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hát van előnye annak néha, hogyha az ember férfinak születik, mert itt már előttem a hölgyek gyakorlatilag mindent elmondtak, amit elmondhattam volna, úgyhogy én majd a kérdésekre tartogatom akkor a válaszokat. Én arról beszélnék, hogy miért gondolom én azt, hogy rendelkezem olyan tapasztalatokkal, amiben a monetáris tanács munkáját támogatni tudnám. 25 éve vagyok közgazdász, a Budapesti Közgazdaság Tudományi Egyetemen végeztem, azt követően 10 évig a régió és Magyarország meghatározó befektetési bankjainál dolgoztam. Itt alapvetően tőzsdei kibocsátásokat, kötvényprogramokat, jelzáloglevélprogramokat szerveztünk. Ez volt a, hogy mondjam, a magyar befektetési és tőzsdei időszaknak az egyik aranykora. Körülbelül 10 évnyi befektetési bankárkodás után úgy határoztam, hogy a vállalati szférában is szeretném kipróbálni magamat. Így lettem az egyik nagy magyar tulajdonban lévő közmű szolgáltatónak, vagy pontosabban közveknek szolgáltató szolgáltatónak a vezérigazgatója és résztulajdonosa. Itt ugye alapvetően a különböző számlák beszedésével, faktorálásával foglalkoztunk. Ennek a cégnek gyakorlatilag a későbbi eladása kapcsán lettem a postának a vezérigazgató helyettese, és különböző pénzintézetekbe töltöttem be vezető tisztségeket. Ilyen volt például a HVB Bank, amelyiknek a tőkepiaci osztálynak voltam az igazgatója, ilyen volt az FHB jelzálogegyenleti, aminek igazgatósági tagja voltam, de számos alapkezelőben és befektetéssel foglalkozó cégnek voltam a tulajdonosa és vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja. A legintenzívebb része az életemnek az most az oktatással telik. A Mátyás Kornis kollégiumban az üzleti ismeretek műhelyt vezetem. Az üzleti ismeretek műhely keretében én azt gondolom, hogy olyan tevékenységet végzünk, amelyel a a diákok és a fiatal tehetségeknek a pénzügyi képzettségét emeljük egy olyan szintre, amely talán magasabb, mint ami a felsőoktatásból kijöhet. Hozzá tudunk ehhez reményeim szerint adni. És hát nyilván azt gondolom, hogy akkor tanulja az ember leginkább meg ezt a fajta szakmát, amikor tanítja. Így én alapvetően vállalatfinanszírozást, vállalatértékelést és befektetési tantárgyakat okítok a különböző egyetemekről ebbe a tehetségprogramban résztvevő diákoknak. A jelenlegi helyzethez én csak annyit fűznék hozzá, hogy én azt látom, vagy azt érzékelem, hogy soha ilyen kihívásokkal teli, mondhatni idézőjelben izgalmas időszakot nem nagyon láttunk az elmúlt években. Minden időszaknak megvan a maga kihívása, de most ugye mind kívül, mind belül olyan kérdések feszítik a gazdaságot, amelyekre szerintem szakértő és prompt választ kell adni. Hogyha bizalmat kapok a bizottságtól, akkor igyekszem majd a tapasztalatot, amit ezeknek a kérdéseknek a megoldására fordítani. Köszönöm szépen! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság! Csath Magdolna professzorasszony személye mellett szeretnék érvelni önöknek, hiszen a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőcsoportja jelölte professzorasszonyt ebbe a rendkívül fontos tisztségbe. Ugyanakkor elsőként szeretném leszögezni, hogy talán az eddigi vitából is kiderült önök számára, hogy az ő személye messze túlmutat egyetlen párt támogatásán, sőt nem is nagyon emlékszem olyanra a képviselői munkám során, hogy egy általunk jelölt személyt Mellár Tamás is a Párbeszéd frakciójából támogatni tudott volna. Úgy gondolom, hogy ez önmagában is bizonyítja azt, hogy nem pártpolitikai alapú jelöltről van szó. Sőt, ha jól érzékeltem a vitát, akkor a legszélesebb támogatásáról tudta biztosítani mindenki, hiszen Szatmári Kristóf képviselő úr is alkalmasnak találja, és az ellenzéki pártok soraiból is mindenki így nyilatkozott. Ezért nagyon kérem a kormánypárti képviselőket is, hogy fontolják meg professzorasszony személyének a támogatását. A Magyar Nemzeti Bank felügyelő bizottságában nemrégiben választott az országgyűlés tagokat, ám először fordult elő, hogy úgy választott az országgyűlés tagokat ebbe a testületben, hogy az ellenzék által jelölt egyetlen jelöltet sem választották meg. Ugye Nyikos Látzó úgy került újra a testületbe, hogy egyetlen ellenzéki párt sem jelölte, holott az ellenzéki pártoknak voltak jelöltjei, és az eddigi rend, szokásjog az volt, hogy az ellenzék által delegált személyt is megválasztják ebbe a testületbe. Erre most nem került sor, ezért is egy újabb érvként tudom a figyelmükbe ajánlani Csath Magdolna professzorasszonynak a személyét, aki Szent Györgyi Albert díjas közgazdász és a Magyar Közgazdasági Társaság életmű díját is átvehette 2022-ben, sőt idén a Magyar Érdemrend középkeresztje állami kitüntetést is átvehette, így úgy gondolom, hogy ez is bizonyítja, hogy rendkívül elismert szakmai és társadalmi életúttal rendelkezik. Kérem a bizottságtól az ő személyének a támogatását. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Én egy-két gondolathoz mindenképpen szeretnék egy más szempont szerint megint hozzászólni. Talán azzal kezdeném, hogy lehet, hogy furcsán fog hangzani, hogy a helyzetünk javításához valószínűleg nagyon fontos lenne egy általános javulás az együttműködési szellemben, ugye az egész országban. És ugye ez vonatkozik a fiskális és monetáris politikára, és azért is, mert ugye az egyik terület, ami engem borzalmasan érdekel, és szerintem mindannyiunkat kell, hogy érdekeljen, az, hogy milyen a társadalmi tőke állapota egy országban. A társadalmi tőke az azt jelenti, hogy mennyire vagyunk hajlandók egymással együttműködni. Ez nem naivitás, mert ha megnézzük, akkor a gyakorlatban azt látjuk, hogy azok az országok, amelyekben erős a társadalmi tőke, ilyenek a skandináv országok például, azokban az országokban a versenyképesség is jobb. Ennyit, nem szeretnék többet erről mondani, de ez nagyon fontos lenne. A másik, amit szeretnék megemlíteni, és egy kicsit Tordai Bencehez szeretnék kapcsolódni, hogy ugye a modellmenedzsmentnek az a lényege, hogy sokszínű kerül legyen egy csapat. Tehát az, hogy a monetáris tanácsban csak olyanok legyenek, akik abszolút 100% topon vannak monetáris politikában, matematikai modellezésben, az nem elvárás. Ma már nagyon fontos az, hogy sok oldalról közelítsenek meg egy problémát, és hozzáteszem, hogy a Magyar Nemzeti Bank ezt nagyon jól érzékeli, mert nagyon komoly kutatások vannak a Nemzeti Bankban, például a tekintetben, hogy a gazdasági teljesítmény mérése az jó-e. Tehát, hogy a GDP mutató mellé nem kellene fejlettségi mutatókat tenni, én ebbe ebben a kutatásban, én nagyon büszke vagyok rá, ez egy nagyon jó kutatás. Ezt pedig azért mondom, mert különben ugye kétségbe is eshetnénk, hiszen most jött ki az Eurostatnak a friss jelentése az egyfőre jutó GDP tekintetében, és ugye Románia behozott bennünket 77%-kal, az EU-t, ha 100-nak veszik az EU átlagot, és ugye a lengyelek 2-vel előttünk vannak, a csehek mindig is előttünk voltak, a szlovákok lemaradtak. Tehát a lehető nem jó a GDP mutató, tehát ezek a nemzeti bankos elemzések fontosak, és nyilván ebbe bele lehet azért szakmailag segítenie a Monetáris Tanács tagjainak is. A másik, amit szeretnék mondani, hogy, és itt Mellár Tamáshoz szeretnék alapvetően kapcsolódni, hogy állami költekezés, egyensúly, növekedés, ez a téma. Csak röviden annyit, hogy én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a költekezéssel van baj, hiszen ha megnézzük, akkor az OECD legfrissebb tanulmánya pont arról szól, hogy ebben a gazdasági helyzetben, ami körülöttünk van, minden ország, Macukátót szeretném idézni, nyilván te tudod, Tamás, hogy ők Kistöbb meg a kollégák is tudják, híres brit közgazdász, olasz származású, és ugye arról van szó, hogy az állami beavatkozásnak szerepe van egy ilyen világban, amikor a piac nem tudja teljesíteni teljes mértékben a felzárkózási követelményeket. Na de ami viszont a kulcskérdés, hogy hogyan. És ugye van iparpolitikai gondolkodás Magyarországon, de a kérdés az, hogy ezek az állami stratégiai lépések, vagy gazdaságpolitikai lépések, ezek mennyire hatékonyan valósulnak meg. Tehát én itt a hatékonyságot szeretném hangsúlyozni, tehát azt, hogy mire, hogyan, mennyit költünk, és milyen megtérésre számítunk. És ugye ez azért is nagyon fontos, mert, és talán ezt nem említette senki, mert ugye Magyarországnak van egy olyan hátránya, és ez összefügg az inflációval, és ez az utolsó gondolat, amit mondani szeretnék, hogy magas magyar infláció, hogyan lehet ezt letörni. Hát például az egyik ilyen probléma az az, hogy mi nagyon el vagyunk adósodva. Szeretjük, nem szeretjük, ezt ki kell mondani, hogy a V4-ek között a magyar GDP arányos szint a legmagasabb, ami azt jelenti, hogy ezt ugye költségvetési hiányt tulajdonképpen finanszírozni kell, és ugye amikor az állam beszáll a gazdaság ösztönzésébe, akkor ugye ezzel nagy valószínűleg nem kap EU-s pénzt, akkor ugye növeli a hiányt. És nem az a baj, Széchenyi is mondta, hogy nem a hitellel van a baj, hanem az, hogy mire használjuk. És ebből azt szeretném kikerekíteni, hogy valójában, hogyha hatékonyan a gazdaság szerkezetét modernizáló állami befektetések vannak, azzal nincs baj. Tehát itt amire oda kell figyelni, hogy az legyen hatékony. És ugye itt még egy érzékeny pont Magyarországon, hogy és ugye ez kisvállalati téma, hogy milyen a gazdaságunk szerkezete. Ugye nagyon dominálnak a nagyvállalatok. És ők nem annyira mozgékonyak, mint a kicsik. Tehát amikor változás van, akkor mozgékony, vállalkozó szellemű, sok kicsire van szó. Tehát rövidre fogva a dolgot, az állami beavatkozással nekem önmagában semmi problémám nincsen. Az a lényeg, hogy ez az állami szerepvállalás, ami azért megjelenik költségoldalon, kiadásoldalon, a fiskális politikánál, a hiánynál, az adósságnál, amit aztán majd finanszírozni kell, ki kell szolgálni, ami viszont kamatemelés, kamatteher, ami viszont nem teszi lehetővé, hogy ugyanazt a fejlesztést valósítsuk meg, mint azok az országok, ahol kisebb a hiány, és kisebb az adósság. Tehát, hogy ilyen módon is nagyon-nagyon fontos, hogy a fiskális politika és a monetáris politika egyensúlya, szemlélete legyen összhangban. És én azt gondolom, hogy ezen a területen nagyon sokat tud tenni a Monetáris Tanács. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, professzor asszony, végül Kovács Zoltán következik, önné a szó. Következő szavazás dr. Csath Magdolnával kapcsolatban történik, kérem most szavazzanak. 4 igen, 1 nem, 11 tartózkodás mellett a bizottság nem javasolja a parlamentnek Csath Magdolnát a Monetáris Tanács tagjának.